Az 56 éves Sharon Brown élete nagy álma vált valóra, amikor kedvenc színésze, Kenny Johnson felvette vele a kapcsolatot, sőt, szerelmet vallott neki. Kár, hogy minden hazugság volt, a profil mögött egy csaló rejtőzött, akinek csak annyi volt a célja, hogy kicsaljon 34 ezer fontot a naív nagymamából. Sharon Brown egy volt Kenny hivatalos oldalának 140 ezer követőjéből az Instagramon. Amikor beállványa egy másik profilból felvette vele a kapcsolatot, és udvarolni kezdett, a két évtizede magányos nő el akarta hinni, hogy mindez igaz. Sajnos, nem volt az, az ismeretlen csaló viszonylag egyszerű trükköket vetett be, például letöltött egy film részletet, amin az igazi Kenny egy ágyban fekve beszél, majd videócsetet kezdeményezett a nővel, bejátszotta a felvételt elnémítva, és hanghibára hivatkozott. Amikor már meggyőzte Sharont arról, hogy ő tényleg Kenny, elpanaszolta neki, hogy 34 ezer fontra, 12. $5 millió lenne szüksége, hogy pótoljon egy eltört kamerát. A szerelmes nő 20 ezer fontot kért idős nagybátyjától, 10 ezer font hitelt vett fel, amelyhez fedezetként az autóját használta, illetve 4 ezer fontot emelt le a hitelkártyájáról, hogy kölcsön tudja adni a kért összeget. Addigra, mire két felnőtt lánya figyelmeztette, hogy ez átverés lesz, már elküldte a pénzt. Akkor jött rá, hogy a gyerekeinek igaza van, amikor egy másik csaló is megtalálta egy álkeny profillal, pontosan ugyanazzal a módszerrel akarták csőbe húzni másodjára is. Már az álkeny megígérte, hogy visszafizeti az összeget, valószínű, hogy Sharon sosem látja viszont a pénzét. A Mirrornak küldött szomorú beszámolójában kifejti, mennyire szégyelli, hogy hagyta magát átverni.